Újra válogatott labdarúgó mérkőzésre készülnek Gyirmódon. Most a női nemzeti csapat az olimpiai bajnok Németország gárdáját fogadja az utolsó Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen. Bár a kontinens tornára már nincs esély kijutni, mégis fontos meccs vár a csapatra. Azt gondolom, hogy ebben az évben már megmutatta a csapat, hogy fejlődik. Mérkőzésről mérkőzésre, összetartásról összetartásra, úgyhogy nagyon fontos állomás lesz olyan szempontból, hogy lemérhessük, hogy mondjuk egy tavalyi mérkőzéshez képest akár gólok számában, akár eredményben mennyit fejlődtünk, és hát maga a csapatjátékunk is, hogy a világ egyik legjobb csapat ellen, jelenleg a világ legjobb csapat ellen, mire vagyunk képesek. A tavalyi idegenbeli selejtezőn elszenvedett 12-0-es vereség után most bizonyítani szeretné a válogatott, hogy a németországi találkozó csak kisiklás volt, és azóta is tart a fejlődés a csapat. Nyilván a németek az esélyesebbek, hiszen egy olimpiai bajnok csapat ellen lépünk majd pályára. Viszont a kinti mérkőzés kapcsán biztos vagyok benne, hogy nagy a bizonyítási vágy a lányokban, és mindent meg fog tenni a csapat annak érdekében, hogy tisztesen helyt álljunk. A keretben német Loretta is helyet kapott, akire a felkészülés mellett még a beilleszkedés is vár, azonban ebben is sokat segítenek neki a csapattársak. Úgy érzem, hogy befogadóképes a társaság, tehát mindenki felé nyitnak. Én mondhatni még egy új játékos vagyok itt, és ugyanúgy megpróbálnak kezelni, hogy programokról tényleg mindenbe teljesen bevonják az újakat. A női válogatott EB-s elejtező sorozatának utolsó mérkőzését kedden 16 órától játsszák Gyirmóton. A meccsre a 16 éven aluliak számára ingyenes a belépés.